A Baranyai Agrárnapnak adott otthont az egyetem borbirtoka. A szakmai napon az ágazatért felelős államtitkár is részt vett. Feldman Zsolt a termelőket érintő legújabb intézkedésről is tájékoztatta a résztvevőket. Elfogadott az országgyűlés egy olyan termelővédelmi csomagot, amely lényegében annak a jogi garanciáját fogja jelenteni, hogy 2025. január 1-től egy mezőgazdasági termelő számára az általa megtermelt áru termény ellenértékét a felvásárlónak, kereskedőnek, feldolgozónak 30 napon belül kötelező lesz kifizetni. Ez bizony nagyon komoly segítséget tud jelenteni akkor, amikor a likviditásban a pénzügyi eszközöknek a biztosításában gyors forrásra van szükség. Tehát ebben a termelők egy új, nagyon komoly segítséget kapnak. A mezőgazdasági támogatásokról is beszélt az államtitkár. Kiemelte a jövő évtől életbe lépő változásokat. Egy új agrárkörnyezet gazdálkodási program indul, szintén 2025. január 1-jétől, aminek a szakmai előkészítése megkezdődött, és azzal számolunk, hogy az a most 1,2 millió hektárnyi terület, amely ebben az agrárkörnyezet gazdálkodási támogatási programban szerepel, ez bizony futni fog és részt kíván venni azzal a 20 000 termelővel a következő időszakban is. Éppen ezért ezzel kapcsolatos információk és tudnivalók valamennyi számára rendkívül fontosak. Az államtitkár kiemelte a klímaváltozáshoz köthető információkat, amik szintén fontosak a szakma számára. Az idei asszály jelentős károkat okozott. Már most augusztus végével újfent 300 000 hektár területen jelentettek be a 3,7 millió kárnyítési rendszerben lévő területből asszálykárt, és amelynek 80%-a egyébként napraforgó, vagy inkább kukorica. Mindenképpen nagyon fontos, hogy termelőink számára minél több olyan tudást vagy információt tudjuk biztosítani, amely abban nyújt segítséget, hogy mit tud egyáltalán tenni ennek érdekében. Mi adunk öntözésfelszíni támogatást, de nem mindenhol, különösen mondjuk itt Baranyában nem mindenhol érhető el felszíni vagy felszíni vízkészlet. Így beszélni kell a szárazságtűrő fajták bevezetéséről, a művelési körülmények megváltozásáról is, mondta Feldman Zsolt. A szakmai napot éppen ezért szervezték meg idén már második alkalommal, mondta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara baranyai elnöke. A mai nap az már tavaly évben indult, tavaly döntött el a kerekasztal, hogy egy ilyen baranyai agrárnapot fog szervezni, mivel Szent Lőrincen tudjuk, hogy minden évben megrendezésre került, mindig voltak szakmai rendezvények, sajnos ez kimaradt. Az idén is mezőgazdasági gépshow volt, én is jelen voltam, nagyon jó volt, sokan voltak, de mégis a szakmát valahol képviselni kell. És a baranyai kerekasztal elhatározta, hogy minden évben tart egy ilyen szakmai napot. Tavalyi év is nagyon jó sikerült, reméljük az idei is nagyon jó fog sikerülni. A délelőtt előadásokkal, pódiumbeszélgetéssel telt, majd délután kötetlen beszélgetés várta a résztvevőket. Ezeken a baranyai és az országos helyzetről kaptak információkat, amelyek jelentek. Állandó változásban, állandó fenyegetettségben kell termelniük a magyar gazdáknak, ez jellemző ezekben az években a hazai mezőgazdaságra, mondta a parlament alelnöke, a MAGOSZ elnöke. Jakab István, mint az esemény fővédnöke vett részt a Baranyai Agrárnapon Pécsett. A szomszédunkban háborúdul, az a kereskedelmünket alapjaiban meghatározza áratra, nagyon durván hat. Két évvel ezelőtt szenvedtünk el egy hatalmas asszályt, 1 000 milliárd, most már túl vagyunk az 500 milliárd veszteségen. Ebben az esztendőben azt gondolom, hogy a klíma erősen megváltozott, meg kell találnunk az új megoldásokat, meg kell találnunk azt, hogy végre egyeztetett álláspont alapján, egy egységes nemzeti stratégia alapján mindenki álljon úgy a problémákhoz, hogy közösen tudjuk megoldani, közösen találjuk meg a megoldást. Jakab István azt mondta, a gazdák megkapják a nekik járó támogatásokat. A kormányzat továbbra is biztosítja az ágazat igényeihez az anyagi támogatást. Ezen kívül szakmai segítséget vehetnek igénybe ügyeik intézéséhez. A források abszolút mértékben az igényekhez igazodóan biztosítva vannak. A kormány a 80%-os nemzeti kiegészítést biztosította, ebből egyetlen fillért el nem vontak, tehát gyakorlatilag forrás rendelkezésre áll. Az ígért pályázatok már lényegesen nagyobb mértékben kerültek meghirdetésre, mint amit azt jelezték az adott határidőre. Tehát a pályázatok írásra kerültek nagy részt, időarányosan nagyon rendben vagyunk, ugyanakkor forrás van, a bankok készen állnak, és azt is meg kell említsem, hogy a falugazdás szaktanácsadó hálózat pedig mindenben áll a gazdák rendelkezésére.
Az elnök elmondta még, hogy a növénytermesztés mellett az állattenyésztésben is figyelembe kell venni a klímaváltozást. Így ma már a téli fűtés helyett a nyári hűtés kérdése került középpontba, hiszen a fellépő hősokkok az állattartásban szintén gondot okoznak. Ez egy drón, amit a mezőgazdaságban lehet használni. Például növényvédőszert lehet vele célzottan csak a szükséges területre kijuttatni. Ma már a technológiai eszközök a modern agrárgazdaság részét képezik, mondja a helyi iparkamra főtitkára. Olyan korszerű technológiák jelentek meg, amik ipar 4.0-ások, mesterséges intelligenciát használnak, szenzorosak, kamerarendszer, ez már gépipar, elektronikai ipar, ipar 5.0, kommunikáció, IT. Az agrárium elképesztő tempóban és nagyon intenzíven magáévá tette azt, hogy diverzifikáltan kell gondolkodni, és ez a diverzifikáció a szektoron belül megvalósult, úgyhogy szerintem erre kell fókuszálni. Ezért fontos, hogy a különböző iparterületek, ágazatok és az agrárium között legyenek találkozási pontok. Baranya gazdaságában fontos a mezőgazdasági termelés, ezért kell az ipari szereplőket és az agráriumban tevékenykedőket szakmai találkozókon összehozni, tudtuk meg a főtitkártól. A térség jövőjét alapvetően a gazdaság határozza meg, aminek szerves részét alkotja az agrárium és az élelmiszeripar. Évekkel ezelőtt az Agrárkamara elnöke Rittlinger József meghívott minket az általa létrehozott agrárkerekasztalba, és az agrárkerekasztal, ami a szakmai szervezetek, a kamarák, közintézményeknek egy rendszeres találkozó helye az agráriumot érintően. Az agrárkerekasztalban merült föl, hogy csináljunk egy olyan szakmai rendezvényt, ami nem kiállítás, nem a lakosságnak szóló bemutató, hanem a legnagyobb, legmérvadóbb agrárgazdálkodóknak egy olyan találkozó pontja és találkozó helye, ahol nagyon rövid szakmai előadásokat követően lehetőség nyílik a lehetőségek, az innovációk és akár a problémáknak a közös azonosítására. Erre nyújtott remek lehetőséget a Baranyai Agrárnap, értékelt a helyi iparkamara főtitkára. Az eseményen, amit augusztus utolsó péntekén rendeztek, előadások, pódiumbeszélgetések, kötetlen találkozó várta a vendégeket. Már 13 éve működik az Agrár Széchenyi Kártya. Ez idő alatt jelentős összeggel segítették az ágazatban működő vállalkozásokat, mondja a hitelprogramot működtető Kavu Zrt. Vezetője. Közel 1300 milliárd forint került ki eddig csak a Széchenyi Kártya agrár verziójában az agrárvállalkozásokhoz. És az agráriumot ne úgy értsük, hogy a nagy mezőgazdasági feldolgozók, hanem értsük az őstermelőket, értsük benne a családi vállalkozásokat, értsük benne az egészen apró, az öcséket, mindenkit értsünk bele, aki ebben érintett. Élelmiszer feldolgozásra egészen a termelő növénytermesztés, állattenyésztés, hal-val gazdálkodás. Baranyában is sokan éltek a lehetőséggel, így a vármegyébe is jelentős összeg érkezett a kedvezményes hitelfelvételi lehetőségből. Több mint 60 milliárd, az 3200-3300 gazdát jelent, ment ki az idők során, és csak az idei évet nézem, már most is több mint 200 hitelt bocsájtottunk ki, és az erre kibocsájtott mennyiség szerintem mindenképpen igazolja azt, hogy a szükség megvan rá. Ugye csapataink azon egyeztetnek most éppen, hogy az újabb vasszályhelyzet, ami most sajnos beütött az országba újra, hogy arra vonatkozólag esetleg nézzük meg, hogy van-e valami a kárenyhítő programokon kívül, van-e egyéb lehetőség. Krizsán László elmondta, hogy az állami kamattámogatási rendszernek köszönhetően ők tudják nyújtani a legolcsóbb pénzforrást a vállalkozásoknak. Így hosszú távon is kiszámítható, fix visszafizetési feltételekkel tudnak kalkulálni a gazdálkodók. Ja, azért a múlt évben az inflációs környezet, illetve a nagyon magas kamatoknál azért 25-26%-os kamatok azért az a betonfal kategória, és ehhez képest 5%-os hitelkamat volt és van a mai napig is. Én azért azt gondolom, hogy fix kamattal, 10 éves fix kamattal a kiszámíthatóság és a fixhez való lehetőség az egy óriási segítség egy gazda számára, hiszen tudja, hogy ha ma fölvesz egy hitelt, akkor az 2034 végén is ugyanazon a
a törlesztő részlettel fog visszafizetődni. A vezérigazgató elmondta még, hogy társaságok alapvető célja a lehető legtöbb banki módszerekkel nem vagy nem megfelelően finanszírozott hazai mikro- és kisvállalkozás hitelhez jutásának javítása. Ez igaz az Agrár Széchenyi Kártya programra is, ezért mindig nyitottak az ágazatban dolgozók javaslataira, amik alapján újabb lehetőségeket dolgozhatnak ki a tevékenységük finanszírozásának segítésére.